Tanító bácsi szólt szeptemberben, hogy robotozni fogunk, és alapítottunk egy csoportot Katával és Denisszel. Benevezett minket a robot versenyre. Először a karkötő robottal kezdtünk dolgozni. Kata hozott sok fonalat, abból két szint kellett kiválasztani. Az egyiket háromszor a robot karjára kellett rátekerni és megkötni. A másik színű fonalat egyszer kellett rákötni az előzőre. Megnyomni a piros gombot, és a robot lassan forgatta a fonalakat. Pár hét múlva elkezdtünk dolgozni a rajzoló robottal. Denis lenyomta a robot testét, hogy ne rezegjen. Kata lenyomta a piros gombot, hogy elinduljon a robot, én pedig a ceruzákat raktam bele a robot karjába. Mintákat, formákat rajzoltunk vele. Miközben ezt csináltuk, a tanító bácsi készített egy karácsonyfát zöld papírból. Erre rakjuk majd fel a karkötőket és a mintákat, amelyeket ki fogunk még vágni. Így fog elkészülni az alkotásunk. Tanító bácsi minden órán, amikor robotozunk, videót készít rólunk, és ezt elküldi a versenyre, mert még sosem robotoztam, és nagyon érdekes számomra ez az egész.